Episode 2, Double Shadow Duel, as I like to call it, the black sheep of the movie series until we get to the later episodes, mainly called 8. We'll get to those when we get to those, and everyone will have their opinion on it. But either way, let's get into the now instead of the later, then, whatever. Shut up. What Tom Oz is doing right now is basically what I like to call, oh, I'm already better at Blue Eyes than Kaiba, so let me be better at the Goonies than Paxton. Te is átállítottad a pakkit a 2011. szeptemberi tiltóra? Ja, igen. Épp most végeztem vele. Wow. Very egotistical prick. Look at most the computer screen. Kb. 5 percet kért meg a BZ, hogy vele játszak. És tudod, velem is sose játszottam vele, mert kb. Minden percem jött a visszacsaltál. Úgyhogy vele fogok játszani. Jó, de megyek veletek. Kíváncsi vagyok, mire jöttök egymással. Menjünk. How could you ever quit Yu-Gi-Oh! When we have fucking holograms in the universe? Like, if the... seriously, if there was holograms in real life, I'd never quit Yu-Gi-Oh! It could go to utter shit! And I'd still be... Yu-Gi-Oh! Nem fog játszani, már neked ígértem a játékot. Nekem is edzelem kell, hogy a következő két ágypályborozót legyőzzük. Rendben. Ne húzzuk az időt. I like how he has brawling gloves on, it's completely useless. Akkor kezdjük! Szetelek egy szörnyet. I'm fucking graceful. Egyet hátra. És jöhetsz. Rendben. Akkor én jövök. Először is kiaktom a terraforming. Vagyis a papémból a kezembe veszem a Dragon Ravinát. Azt pedig elhelyezem a pályalapformában. Majd aktiválom is a képességét. A kezemből kidobok egy Wildstone of Legendet, így a pakrimból kidobhatok egy Rirát Wildstone. A Wildstone effektje miatt pedig a kezembe veszek egy hósárkányt. Megidézem normálban a Red Ice Wire-t. Majd kivonom a játékból, és így megidézhetem speciálisan a Red Ice Darkness Metal Dragon. Használom a képességét, és így kezemből lejövöm speciálisan a hósárkányomat. Red Ice, támadd meg a szetszörnyét! Hósárkány, üsd direktbe! I like how bad you can put his face in it. Majd szetelek egy lapot. A köröd végén aktiválom a Dragon Megas Space Titan, és leszedem a szett lapodat. A szetelni kívánt lapom a Mirror Force. No, yes. Okay, never mind. A standby phase-embe aktiválom Bushi effektjét. Ha nincs szörnyom a mezőben és csak Marioval a teretőmbe, akkor speciálisan megidézhetem. Megidézem védelmibe. Megidézem a kezemből X-Saber Pasul. Mivel Pasu egy 2-es szintű tuner, Bushi egy 3-as szintű nem tuner, ezért összeszinkrózom őket, és megidézem X-Saber V effektje. Speciálisan megidézhetem a kezemből egy 4-es, vagy annál kisebb variót. Megidézem Junk Synchro. Mivel Junk Synchro egy 3-as szintű tuner, X-Saber V egy 5-es szintű nem tuner, összeszinkrózom őket, és megidézem Colossal Fighter effektje. Minden temetőben lévő vario és 100 támadott pont. Now, do you run the assault mode version? Aktiválom a Solidarity-t. Mivel csak egy típus van a temetőben, ezért minden ugyanolyan típus a pályán 800 támadott pontot kap. Colossal Fighter! Támadd meg a Red Ice Metal Dragon! Freaking as hell, but fine. Szetelek egy lapot, és te jössz. Rendben, akkor én jövök. A pályalap képességét körönként egyszer használtam. Úgyhogy kidobom a kezemből Dragonity Akius, és hogy a paknimból a kezembe vettem Dragonity Duxot. És Dragonity Duxot meg is idézem. Aktiválom a Rivalry of the Warlords-ot. És mostantól mindegyikünk csak egy típust irányíthat a pályán. Úgyhogy választhatok, hogy vagy Dragon, vagy Fingerfist. A többit ne kell küldeni a pályáról. Rendben, akkor a sárkányt választom, és így elpusztulok. Viszont, kiátszom a Burst to Remote Distraction. Vagyis ha van hósárkány a térfelemen, elpusztul minden szörny a te térfelemen. Viszont így nem támadhatok. Te jössz. Húzok! Importál Bushi effektjét aktiválom, ismét megidézem a pályára. Aktiválom, szarics által. Kidobok a lányzót a kezemből, és húzok két lapot, majd millelek két lapot. Kivonom a temetőmből Jane-t, aki Light Sun, és Junk Synchro-t, aki Dark Sun. Így meg tudom idézni, Lackluster Soldier, Anvil on the Beginning-en! Lackluster, támadd meg a hósárkányát! Mivel Blackluster leütött egy szörnyet, így még egyszer támadhat! Támadj újra! És a legvégén, Bushi, támadj te is direktbe!
Jöhetsz! Bezé's holding Sparks. Rendben. Én jövök. Rendben. Kijátszom a trade. Vagyis kidobok a kezemből egy Dragonity Arms Leviathant, majd húzhatok két lapot. Használom ismét a pályalapon képességét. A kezemből kidobom Lightning Darkness Dragon, és hogy a paklimból kikeresem Dragonity Legionát. Kijátszom a Mystica Space Typhoon, és leszedem a Rivali of the Warlords-ot. Majd megidézem az utolsó lapon a Dragonity Legionát. Aktiválódik a képességet, társítom hozzá a temetőből Dragonity Akit. Majd kivonom a játékból Dragonity Legionát, és egy visszhívhatom spektrálisan a temetőből Dragonity Arms Leviathant. Dragonity Akit így elpusztul, szóval leszedek egy lapot, és leszedem a Black Lasted Soldier-t az oldalon. Ne! Yes! Dragonity Arms Leviathant képessége pedig, hogy a temetőmből társítatok hozzá egy bármilyen szintű sárkány, én pedig Light and Darkness Dragon-t választok. Majd Leviathan támad. Állj! Kivonom a temetőmből, ne kagarnád! Így megfogom a támadásra! Double or nothing! Rendben, akkor teljes. Lefordítom Bushit védelmibe. Szetelek egy másik szörnyet. És egyet a varázs csapdalapjám közé. Ennyi, jöhetsz. Akkor jövök. Aki van a pályalap képességét. Kidobom a Dragonity falancot, és így keresetek egy Dragonity szörnyet, méghozzá a Dragonity dupla. Akit megidézek. Állj! Aktiválom a Torrential Tributot! Ugyan elpusztul minden szörnyem, de mivel elpusztul a Dragonity Arms Leviathant, és így meghalt mögül a Light and Darkness Dragon, Light and Darkness képessége az, hogy visszahozhatok egy szörnyet a temetőmből, ugyanúgy visszahozom Leviathant, és akkor Leviathan mögé most the small cost of destroying your field. What field? Phalanxot társítok. Ugyanis Phalanx képessége az, hogy meg tudom idézni speciálisan, hogyha társlapként is tudod valahol. Majd mivel Phalanx 2 szintű tuner, Dragonity pedig 8-as szintű nem tuner, így összeszinkrózom őket, és lehívom a 10-es szintű Trident Dragon. Akinek a képességével veszedem a pályalapomat, így kétszer támadhatom. Trident Dragon, támadj egyszer! Trident Blade! Rágyőztem. A francba! Kiszámoltam volna, hogy van Trident Dragonod, akkor nem nyomtam volna a torrentset és nem halt volna meg a Light and Darkness Dragon. Ezzel ne bánkodj, semmi tétje nem volt a harcnak. Akkor is mérges vagyok. Egy ilyen hibát nem engedhetek meg magamnak az árnyátékosokkal szemben, különben az én paklimat is elveszik. Nyugi, azt nem hagyjuk. De már azt leszegezzük Tamással, a következő árnyátékossal én fogok megküzdeni. Szelőlem, ha annyira akarsz. És velem ki akar tesztelni? Bocs, de most nem. Nem. Jó. Szerintem most pihenjünk, aztán majd megkeressük a következő árnyátékost. Rendben. Jó, akkor majd később. Cső. Jó, rendben. Hello. Yeah, everyone take a nice long rest. We've done absolutely nothing. Well, Ben watched. You don't look threatening at all. Te vagy Bence? Na, végre valaki felismer. Felnyerted meg a Duel Tournamentet. Állj ki velem egy átpányborra. És ha győzöl, választ egy lapot, bármelyiket, amelyik kell. De én győzök. A boxos csinál az enyém. Ó, te az egyik istenkártyás vagy? Én csak egy tiszt vagyok. You're under arrest. Akkor a lap, amit nekem fogsz adni, az a Shooting Quasar Dragon. A legerősebb szinkrosszor. I don't run it. Neked aztán van ízlésed. Legyen. See, I'd love to know akkor you, pár baj. But see, Beze already called dibs. Akkor. He wants to bitch about this timing mirror kezdes. Force. Na, akkor én kezdem. Megidézem Stratoszt, és a képességével a kezembe veszek egy Malicious-t. Kiátszom Destiny Draw-t, és kidobom itt a Malicious-t. Vagyis húzok két lapot. Szetelek egy lapot. És jöhetsz. És most. Én jövök. Aktiválom a Charge of the Light Brigade. Dobok három lapot.
a pakli tetejéről a temetőbe. És most előveszem. Oh, Rhoda. It's Rhoda. Lumina. Ugye Wolf a tetejéről a temetőbe. Wolf képességével lejön a temetőbe. És előhívom. Kijátszom a Sawyer Richardson. Kidobom Lylat. Felhúzok két lapot. És kettőt kidobok a temetőbe. Raiko. Megidézem Luminát. Kidobok egy lapot a temetőbe. És a képességével megidézem Lylat. Hi. Aktiválta a torrens attribútot, elpusztul minden lapom ezzel. Gotta miss timing, you help them, you idiots! Elpusztultak. Nekem most sem. JD! Mivel több mint 4 játszport van a temetőmben, ezért megidézem Judgment Dragon. I got a disgust effect. A köröm végén. Judgment Dragon képessége miatt 4 napot a temetőbe kell dobni. Dear God, do we have to go one at a time? This is sped up, people. Jöhetsz. Jövök. Kivarok a temetőből. Be grateful for the 92 pod desires. I don't go one card at a time. És lehívom Krebonzt. Mivel Krebonz 2 szintű tuner, Malicious pedig 6-os szintű nem tuner, ezért összeszinkrozom őket a legerősebb szörnyemre. Red Dragon Archfiendet. Kiátszom a Red Wings-t. Ha van Red Dragon Archfiend a pályámon, akkor húzhatok 2 lapot. Red Dragon Archfiend, támadj! Megfogom a támadásodat. Én szetelek 2 lapot. Hey, get away! I saw you in the shadows. Fizetek 1000 életpontot, hogy Judgment Dragon minden lapot elpusztítson a saját magánképül. Aktiválom a Divine Guard-ot, elpusztítom a szörnyed és dobok érte egy Dark Resonator-t. És a temetőből kivonok egy light és egy dark szörnyet. És megidézem Chaos Sorcery-t. Yeah. Aktiválom Chaos Sorcery képességét, és kivonom Red Dragonast a ringből. Majd megidézem Glowing Blue-ot. Glowing Blue-ot. Egyes szintű tunnel. És Chaos Sorcery. Egy haszon szintű monster. Ezért lehívom a 7-es szintű Black Rose Dragon. Aztán a képességét, és elpusztítom az egész pályát. All that for a mirror force. Aztán a Glowab képességét, és dobok egy lapot a temetőbe. Wolf képességével lejön a temetőbe. A Glowab egyes szintű tunnel, és Wolf négyes szintű monster. Ezért szinkronizálom őket. Az ötös szintű TG Hyper Librarian. I don't know why, but there's always something about Lazar's acting that makes me feel a little off. Yes. Who's up? Mivel pont 3 Dark Sonya van a temetőbe, így megidézem Dark Armored Dragon. Kivonom Malicious-t a temetőből, és elpusztítom Hyper Librarian. Állj! Kidobom Effect Finder. Damn! És törlöm Dragon képességét. Nem baj, ha effektel nem tudom, legyőzöm csatában! Támadj Dark Armored Dragon! Őket megfogom! A másik Necrogermannak! Nem baj. Szetelek egy lapot, és jöhet. Éjjön! Must have been milled with Judgment Dragon. Megidézem a második Judgment Dragon. Of all the fucking cards in a deck. Fizetek 1000 életpontot,
és elpusztítom minden más lapot. Elpusztul a vabokunk, de aktiválom. Így nem sebződök ebbe a körben. Hiába húzol az időt. Előbb-utóbb. Úgyis végre lesz. Jöhetsz. Jövök. Aktiválom a Different Dimension Reincarnation-t. Kidobok egy lapot. Így visszaveszem a temetőből speciálisan Redragonács mindent. Lerakom Donnával a Dipsy Divát képességével. Kivok még egy Dipsy Divát. Mivel két kettes szintű tunelem van, és egy Red Dragon Arch minden, így megidézhetem Red Nova Dragont. Red Nova Dragon, támad! A Western Frontá, aktiválom Monest. És az én szörnyem, megkapja a teszi, hogy támadó pontot. Deja, támad! Deja, támad! Ben did not even scratch him. Lazar scratched himself. Houston, we have a problem. Smells like pine. Well, this is bad. Ben's a jobber. Hol van Bence? Hiába erőködsz. Bence, egy titkos helyen van nálunk. Micsoda? Megvertem egy ám párbajban. És bezártuk. Rohadék, engedd el Bencét! Ajánlj fel valamit. És esetleg elengedem. Párbajozunk. Ha mi nyerünk, elengeded Bencét. És ticserében mit tesztek fel? Mert egy pakli. Kevés lesz. Akkor megkapod mellé Slifert. Tessék? Jól hallottad. Legyőztem Zolit, és megszereztem Slifert. Ha vissza akarod kapni, akkor párbajozz velünk. Legyőzted Zolit? Rohadék! Rendben, akkor párbajozzunk! Kettő, a kettővel! Rendben! Ha mi győztök, megkapjátok a pakliainkat, és Slifert. Viszont, ha mi győzünk, visszaadjátok Bence pakliát, és a lapot, amit kér. Plusz, megmondjátok, hogy hozzátátok be. Rendben! Öröm lesz! Titeket is legyőzni.